Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Mindenkit, aki ebben a tényleg szélsőséges körülmények, ezen szélsőséges körülmények között mégiscsak ezt a szaunát választja. Azt ígértem nektek, hogyha gyorsan bejövünk, akkor 10 perc alatt végzünk. Workshop összefoglalók vannak. Gyorsan a workshop vezetők mondanak 2 percben, másfél percben egy összefoglalást. Ugye nyilván nem tudott mindenki minden workshopra bemenni, így tudtok megoldani ebben az egy napban, de azért nem árt, hogyha belelátunk egy picit, vagy belehallgatunk, hogy mégis mi történt. Nem fontossági sorrendben, ahogyan a programfüzetben benne volt, meghívni és motiválni témavezető dr. Váró Farkas Csaba László. Gyere, légy szíves! Sziasztok, Farkas Csaba vagyok, és a workshop témám a meghívni és motiválni címet adtam, mivel az volt a célom, hogy így az évkezdés előtt egy ilyen motivációs csomagot tudjak adni a hallgatóknak, amelynek a középpontjában az Istenben való hit állt. És alapmondatként fogalmaztuk meg, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít, mivel a sikerhez vezető út igazából senkinek nincsen kipárnázva, és a belefektetett munkát azt nem lehet megúszni. De miután beletettük a munkát, akkor már bizakodhatunk az isteni gondviselésben. Utána a felelősségvállalásról beszéltünk, amelyben kifejtettem, hogy véleményem szerint a szakkollégistáknak alapvető felelőssége és kötelessége, hogy identitásunkat megtartva tegyünk azért, hogy a többségi társadalom természetes szereplőként fogadjon el minket, és ennek első lépcsőfoka, hogy a saját környezetünkben a lehető legasszertívabb módon próbáljunk elfogadást nyerni. És zárásként pedig egy hármas szókapcsolatot fogalmaztunk meg, amelyet pár évvel ezelőtt, úgy emlékszem, Balogh Zoltán püspök úr is megfogalmazott, hogy tanulás és munka plusz töretlen hit a végsőkig, és igazából ezzel zártuk a workshopunkat, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyon szépen köszönjük. Második workshop, kiugrási lehetőségek, Varga Martina. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Varga Martina vagyok, Egerben végzett szociálpedagógus. Köszönöm. Az én workshopom címe a kiugrási lehetőségek voltak. A társadalmi felelősségvállalás lehetőségei mentén lehetséges kiugrási lehetőségekről beszélgettünk a résztvevőkkel, nagyon aktívak voltak, végül arra jutottunk, fő témánk a tutorálás volt, mivel gyorsan megállapítottuk, hogy ezek az alkalmak legfőképp arra jók, hogy a szakkollégiumok egymással eszmecseréket folytassanak, és egymás munkájából tanuljunk, és új munkamódszereket sajátítsunk el. Így a konklúzió az lett, hogy a tutorálás, mint munkamódszer, ami Egerben már nagyon jól működik, más szakkollégiumok számára is esetlegesen egy lehetőség lehet a hátrányos helyzetű gyermekek segítésében. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, a harmadik workshop, éreztem az elhívást, Csonka Rontó Zsanett. Üdvözlök mindenkit, én Csonka Rontó Zsanett vagyok, picit alacsony. Mint említették, a témám az éreztem az elhívás volt. Én szerettem volna egy interaktív workshopot tartani, így egy
Hát egy warm-up játékkal kezdtünk, majd egy véleményvonal játékkal folytattuk, amit átneveztünk tapasztalatvonalnak igazából. Nagyon aktívak voltak a résztvevők, alakultak ki viták is, amit nagyon szépen kezeltek. Igazából annak a fontosságáról beszéltünk, hogy a közösséget hogyan tudjuk segíteni, és hát, hogy Isten küldöttei azok, akik meghívottból meghívóvá tesznek minket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük. Valóság, vagy csak a belénk plántált ámítás? Dr. Orsos Zoltán összefoglalója következik. Üdvözlök mindenkit, Dr. Orsos Zoltán vagyok, jogász. Az én workshopom interaktív volt, az elejétől a végéig hagytam, hogy a hallgatók megosszák velem a véleményüket, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ők mit gondolnak erről a témáról. Az én workshopomban 4 fő téma volt. Megtanultunk küzdeni, megtanultunk szemléletet váltani, illetve megtanultunk süketek és vakok lenni. Ez volt az a gondolatsor, amit megbeszéltünk interaktívan, proaktívan a hallgatókkal, és tulajdonképpen a végén voltak megható történetek, vicces történetek, volt, akinek könycsordult a szemében, és rájöttünk arra, hogy mi már nem akarunk semmit, mi csak azt akarjuk, hogy ebben a közösségben, ahol most vagyunk, jól érezzük magunkat, és most már ne csak kutassuk, ne csak tudományosan gondolkodjunk, hanem a gyakorlatban is plántáljuk ezeket a ismereteket. Úgyhogy az én szakkollégi a workshopom erről szólt. Köszönöm szépen! A kitörés kulcsa az oktatás és a tehetséggondozás. Fehér Györgyöt kérem szépen, hogy foglalja össze a workshopját. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az én workshopom témája ugye az oktatás tehetséggondozás volt. Egy nyitó bemutatkozással kezdtük igazából, kíváncsi voltam, hogy ki honnan érkezik, mit csinálnak. És a bemutatkozás után pedig azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mit jelent igazából szakkollégistának lenni, kinek mit ad a szakkollégium, hogyan jutottak egyáltalán el a szakkollégium kapuig. És a másik, ami nagyon fontos volt, hogy arról beszélgessünk, hogy a felsőoktatásban ugye még mindig jól látható, hogy nagyon kevesen vagyunk roma származások, és kicsit beszélgettünk arról, hogy milyen a szakkollégium lét és ellentétben milyen az egyetemi közeg, és hogy ez milyen a valóságban, és hogy ezt hogyan éljük át. Ugye teljesen más egy egyetemi világban és egy szakkollégium világ falai között lenni, és nagyon jól ki tudtuk azt élezni, és ki tudtuk hegyezni azt, hogy az a világ milyen. És fontos volt tovább az, hogy ne csak meghallgassuk egymást, hanem úgy volt szó arról, hogy például éppen jelenleg van egy kutatás is, ami folyamatban van, és hogy arról beszéljünk, hogy a szülők felelőssége, az oktatás, a család, a szülők hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe az útba, ebbe a tanulási görbébe, hogy hogyan tudjuk segíteni ezeket a fiatalokat. És utána való lépcső volt pedig a generációváltás, hogy igazából a mostani generáció és az előző generáció hogyan tud kapcsolódni, és mi alumni tagok hogyan tudunk egymással kommunikálni és segíteni. És a másik fontos volt, amit behoztunk, az ösztöndíj lehetőségek, ami fontos volt még továbbá, hogy hogyan jutunk el a szakkollégium, hogy menjen ez az információ áramlás, hogy azokba a térségekben is jusson el, és menjen el ez a hang, és hogy legyen hallható, ahogy most mi itt vagyunk, a legelszegényedettebb és a legtársadalom peremén élő emberekhez is jusson el, és ahhoz a generációhoz, akik majd jövőre, vagy pedig utána itt fognak ülni, és velünk fognak beszélgetni. És az záró konklúzió volt pedig arról szólt, hogy továbbra is, hogy mit ad nekünk ez a szakkollégium, és miért jó itt lenni, és hogy fogjuk egymás kezét, és hogy továbbra is vigyük ezt az ügyet, mert fontos, hogy mi legyünk itt, és hogy adjunk lehetőséget, és hogy merjenek álmodni ezek a fiatalok, és az elkövetkezendő generáció. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük. Egyéni, szakkollégiumi szintű megközelítés. Lakatos Rajmond Csaba és Metzner Szintia. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Lakatos Rajmond Csaba vagyok, a Hajdúböszörményi Lipai Balázsdom a szakkollégiumból. Párommal, Metzner Szintiával tartottuk a workshopot, és egyéni szinten beszélgettünk arról, hogy mi hogyan éltük meg azt, hogy magyar cigánként párkapcsolatban élünk, és hogy ezt a környezetünk, a lakókörnyezetünk, az egyetemi közeg és a szakkollégiumi közeg ezt hogyan vélekedett erről, milyen tapasztalataink voltak erről. Ezen kívül még beszélgettünk arról, hogy miket adott nekünk a szakkollégium, és mit köszönhetünk a szakkollégiumnak. Kicsit beszélgettünk arról is, hogy roma származásuként milyen nehézségek érhetik az ember gyerekkorától fogva, és hogy ezeket a nehézségeket hogyan lehet leküzdeni, mivel lehet őket kiküszöbölni. És beszélgettünk arról, hogy az identitástudatról és az identitásváltozásról. Hogy lakókörnyezetünkben elsősorban saját példámból tudok erről mesélni, hogy a magyaroknak még mindig cigány voltam, a cigányoknak elkezdtem magyar lenni, és hogy ez miképpen viselte meg az én identitásomat, és ezen hogyan tudtam változtatni, és hogyan tudtam végül megerősíteni, és ebben is ugye nagyon nagy szerepe volt a szakkollégiumnak, és végül pedig még a rasszizmusról beszélgettünk, hogy milyen formái vannak, és hogyan nyilvánulnak meg ezek, és ezeket hogyan lehet megfelelő módon kezelni. Erről szólt a mi workshopunk. Köszönjük szépen! Keresztény-roma értelmiség miként tudna tenni a közjó előmozdításáért? Olá Zsolt. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az én témám ugye a keresztény-roma értelmiség lehetséges társadalmi szerepvállalása volt a közjó előmozdításáért. Először is sorra vettük azt, hogy mit jelent az, hogy keresztény-roma értelmiségi, mert szerintem sokaknál ez sem egyértelmű. A keresztény jelzőnél megegyeztünk abban, hogy fontos, hogy az adott egyénnek legyen egy alapvető értékrendje. A roma megnevezésnél ott is megbeszéltük azt, hogy ki miért vagy a romának, itt is előkerült ez a dolog, és arra jutottunk, hogy szükség lenne egy új modern roma identitásra, amely manapság sajnos többnyire csak a sztereotípiákra és az előítéletekre épül. Továbbá az értelmiség pedig abban megegyeztünk, hogy nem elég az, hogy valakinek felsőfokú végzettsége van, az értelmiség abban határozódik meg, abban leledződik, hogy önálló alkotó munkát végez, és felelősséget érez a saját közössége iránt. Így adott, hogy a roma értelmiség az valamilyen társadalmi szerepvállalást folytasson a jövőben. Mind szükség van, mind a civil szféra területén, a politika területén, a kultúra területén, hogy önálló kultúra teremtő és kultúra megőrző munkát végezzen az az értelmiségi réteg. És szükséges, hogy megjelenjen egy szellemi elita a tudományos életben is a roma értelmiségek közül, és hogy igazából meg is jelentek ezek az emberek, fontos, hogy minél többen legyenek. És igazából ezt így összefogva, majd pedig együttműködve azzal, hogy a helyi közösségeket is megerősítve együttműködjenek, és egyfajta mozgalmat indítsanak el országos szinten, és így ennek a fontosságára jutottunk. Ezt úgy látjuk, hogy ez még kicsit messze van, de a reményt nem adjuk fel, úgyhogy köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszönjük szépen! Szajkó Cintia beszámolóját hallhatjuk, segíteni, akiket mások már leírtak. Üdvözlök mindenkit, Szajkó Cintia vagyok, pedagógus, és pont ehhez a pedagógus munkához szorosan kapcsolódó módon próbáltuk a témánkat segíteni azoknak, akiket már mások leírtak megközelíteni. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a csoporttal, de igazából arra jutottunk, hogy milyen nagy felelőssége van ma egy pedagógusnak, leginkább a hátrányos helyzetű vagy roma származású gyerekek motiválásában,
hogy mennyire elhivatottnak kell lenni, és hogy nagyon sok energiát kell abba belefektetni, hogyha valóban jól szeretnénk végezni a pedagógus munkákat, hiszen a társadalom vagy a környezet nagyon sokszor előre leírja a cigány származású gyerekeket, akik sajnos úgy nőnek fel már generációk óta, hogy nem hisznek magukban, és azt bennük sem hisz senki. És hogy mennyire szemléletformáló lehet az, hogyha egy cigány származású pedagógus kerül egy olyan intézményben, ahol túlnyomó rész cigány származású diákok vannak. Nagyjából ezen a vonalon saját példákat, saját élettörténeteket megemlítve haladtunk végig. Köszönjük szépen! Stojka Szabina beszámoló következik, kultúrák és csoportok közötti személyes és közösségi megbékélés. Sziasztok, Stojka Szabina vagyok, református lelkész, volt reformos hallgató. A mi csoportunkban, először is köszönöm mindenkinek, aki ott volt és így kibírta, arról beszéltünk egy ilyen, na, nálatok ez hogy van, játékkal kezdtük, és ez nekem a szakkori is emlékeimhez nyúlik vissza. Ugye a témám az volt, hogy mit jelent kultúrák és csoportok közötti megbékélés, és ez a megismerésnél kezdődik. És nem csak cigányok és nem cigányok, hanem különböző cigány közösségek között is. És a játékban, így a kultúrantropológia alapján, így a kiterjesztett családképből azt vettük, hogy nálatok ez hogy van, mi a szokás otthon. És akkor ennek öt kategóriáját néztük meg, és hallgattam csodálatos családi történeteket, és így visszahozta ez nekem azt, hogy mit jelent a vacsoránál leülve megkérdezni, hogy ez amúgy hogy van. Tehát ez az első lépés, a megismerés, ezt egy kicsit gyakoroltuk most. A második pedig, konkrétan én meséltem jobban arról, hogy egy olyan módszerről, amit Ruandából hoztunk Magyarországra, kiengesztelődés a népek között. Röviden annyi, hogy 94-ben ugye Ruandában volt egy népirtás, és ez alapján utána egy keresztény workshop indult el. És ennek az alapja igazából az, hogy feltesszük a kérdést, hogy egy olyan országból 90% minden nap vasárnap templomba jár, hogyan ölhetik meg egymást. És így akkor ma mi a lelkészek és az egyházak felelőssége a népek és így a roma és nem roma közösségek együttélésében. Hol kellene helyre rakni ezt a történetet, hogy mit jelent egységben élni úgy, hogy lehetünk különbözőek. És én meséltem két történetet, és ezt hozom elétek is. Az egyik az, amikor láthattam azt Ruandában, hogy egy volt gyilkos bocsánatot kér, és egy asszony, akinek megölte az egész családját, meg is bocsájt. És ha ott ez lehetséges, akkor mit jelentett az, amikor így Szintiának a beszámolójára választ adva, hogy egy nem roma tanár itt Magyarországon bocsánatot kér azért a tanárok nevében, egy ilyen közösségi bűnvallásként, amit a tanárok okozhattak a roma diákoknak. Az, hogy azt mondja, hogy belőled aztán nem lesz semmi. És mit jelentett látni roma férfiakat, akik édesapám korosztálya, sírva bocsánatot ajándékozni ennek az asszonynak. És azt gondolom, hogy ez a megismerésen túl, ez a nagyon mély találkozás, a felelősség a bocsánatkérésben és a megbocsájtásban az, ami valódi közösségeket hozhat létre, és egyébként mi ezt a workshopot a reformba pár éve végig is jártuk. Köszönöm. Nagyon köszönjük Virág Ádám, 10. workshop vezetőként. Kinek mit jelent a társadalmi beavatkozás? Köszönöm szépen is a meghívást és a lehetőséget. Az utolsó 10-es workshop volt a miénk, itt voltunk a díszteremben, egy nagyon aktív csapattal, mondhatnám úgy is, hogy forrt a hangulat, de ezt gondolom ti is érzitek. Szóval, hogy a mi workshopunknak az volt a lényege, hogy átvettük, hogy a társadalmi beavatkozásnak milyen nagy kollektív rendszerei vannak, ez gyakorlatilag a különböző egészségügyi és szociális transfereknek a kicsit így rendszerbe tétele volt, illetve hát ezután próbáltuk összefoglalni azt, hogy egyéni helyzetekben, hogy ki az saját életútján milyen pozícióban van, jó úton jár-e, kiktől kapott személyes példaképet, illetve mi az, ami motiválja, és így tanévkezdés apropóján próbáltuk így egyénileg megerősíteni minden hallgatót, hogy
hogy az elhívást, amit kapott, az, azon a szakon maximálisan tudja teljesíteni, és sikeres tanévet kezdhessem. Ez volt a mi szekció. Nagyon szépen köszönjük. Másfél perc. Azt ígértük nektek, amikor regisztráltatok, hogy folyamatosan ajándékokban lesz részetek, vagy legalábbis ilyen kisebb-nagyobb meglepetésekben. Az egyiket most már, illetve már nem tudom hanyadikat, az első volt a szatyor, benne lévő mindenféle cuccal, most már látom rajtatok. Mindenkinek van a workshopból adódóan egy jelvénye, különböző színekkel. Az azért ez nagyon-nagyon fontos, mert holnap a városismereti vetélkedőn ezek a színek fognak összekötni benneteket, tehát hogyha jöttök majd reggelizni, amely ugye hideg élelem lesz, összecsomagolva szendvicsek, üdítő, illetve ha minden igaz, akkor gyümölcs, illetve lesz kávéte a felszolgálás természetesen, holnap 7-től 10-ig, akkor már mi várunk benneteket sok szeretettel, és mindenkinek lesz egy, ami ma volt a workshop vezetője a szakkollégiumból, az EGRI szakkollégiumból, ők fognak segíteni benneteket a különböző állomásokon, nagyon számítunk rátok. Ma pedig 18 órától vacsora, nagyon finom vacsora lesz, nagyon reméljük, szerintem az ebéd is nagyon jó volt, és utána hagyunk benneteket, jön az első másfél óra, amikor szabadon tudtok mozogni. Mondtuk, hogy nagyon-nagyon be lesz osztva az időtök, ugyanis 21 órától borkóstolóval várunk benneteket, és 21.30, ott is lesz egy harmadik meglepetés fog hozzátok kerülni, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és egy ajándékkal majd. A borkóstolóból talán ki tudjátok találni, hogy mi kell a borkóstolóhoz a boron kívül. 21 órától borkóstoló, 21.30-tól pedig jön a Hamkoham, és utána hajnalig DJ táncház. Érezzétek nagyon jól magatokat, nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, meg itt lehetünk együtt. Reméljük, hogy ti is legalább annyira jól érzitek magatokat, ahogyan mi készültünk erre a 3 napra vagy 2 napra.